Munkagépek dolgoznak Füzesabony Puszta-Szikszó határában, itt folytatódik az M25-ös gyorsforgalmi út déli üteme, amely két szakaszból áll majd. Ennek része az M3-as autópálya és a 3-as főút összekötése, hangzott el ma a Városházán. Az autóút építéshez kapcsolódik a város közlekedésfejlesztési programja, és meg vagyok győződve arról, hogy Eger attraktivitása, befektetés vonzó képessége, turisztika ereje ezáltal tovább nőni fog. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, a baloldal csak ígérgetett, a Jobbik pedig új nyomvonalat akart, ami hosszú időre leállította volna a munkálatokat. A jelenlegi kormány azonban meg is valósítja az egriek és a térségben élők régi álmát. A Fidesz-KDNP részéről pedig Orbán Viktor látogatott Egerbe, aláírtunk vele egy szerződést Modern Városok program keretében, melynek része volt az, hogy összekötjük Egert az autópályával, és lám, ezt a szerződést be is tartjuk, épül az út, megszülettek ezzel kapcsolatos döntések, megvan rá a forrás. Dr. Homolya Róbert közlekedésfejlesztésért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy jól halad az építkezés, és kitért arra is, hogy 2016 és 2022 között országosan 2500 milliárd forintot fordít a kormány közútfejlesztésre. Csak nem 900 kilométer új autópályát és autótot fogunk megépíteni 2022-ig. Ez azt jelenti, hogy valamennyi megyeszékhelyünk, tehát nem csak Eger, hanem valamennyi megyeszékhelyünk és megyei jogú városunk elérhető lesz kétszer-két sávos gyorsforgalmi úton, úthálózattal, és valamennyi autópályánkat, amelyek eddig nem volt meg az ország határig a kapcsolata, ez el fogjuk vezetni az ország határig. Az M25-ös várhatóan 2020-ban készül el teljes hosszában, és miniszterelnöki ígéret van egy Egert elkerülő útra is.